Na, sziasztok, én Alex vagyok, és most szeretnék beszélni arról, amit meg is ígértem nektek, hogy fogok beszélni, ugye ez az implicitő kilépős videó, hogy mégis miért lépett ki az egész csapat, igazából lehet így mondani, mert nagyjából ez történt. Mégis mi történt ott a háttérben, ami miatt ugye ez történt, ami? Az egyik pillanatról másikat itt csak annyit láttatok, hogy mindenki kilépett konkrétan, elsőnök ugye Bence, utána meg én. Én úgy gondoltam, most kéne ezt a videót megcsinálni, most már kicsit lenyugodott minden. Ugye ünnepek vannak, utólag is boldog karácsonyt mindenkinek, és kellemes ünnepeket majd mindenkinek, játékosok számára, meg akik nézik ezt a videót. Aztán őszintén nem tudom, hol kezdjem el, szóval nagyon egy hosszú sztori ez, igazából ez egy 2 éves sztori lenne. 2 évig kéne visszamenni konkrétan, de nagyjából elmondom, hogy mi történt itt. Szóval, első dolog, hogy én hogy kerültem ugye az implicitéhez. Nagyon egyszerű, annyi volt, hogy a fanhubot vezettem én ugye annó. Igazából csak hobbi szerint, szóval igazából akkor szünetet tettem a Minecraftot kicsit, éltem az életem, és ugye csak futott úgy a szerver mellette, akkor is amúgy nem tudom, 50-60 játékossal futott, akkor is volt még Silver Club, igen. Arról is lesz egy külön videó, egyébként akartam is csinálni, hogy a Silver Clubnak a története, mert nagyon, de nagyon sokan játszottak ugye, és azért mégis érdekes videó lenne számotokra. Azt mondja, én ugye a fanhubot üzemeltettem, mennyi ideig is? Igen, július 18-án raktam ki azt a videót, a jövő nevezetű videót. Egyébként a gameplay, ami itt a háttérben van, ez egy régebbi felvétel, szóval igen, szóval mindenkit megnyugtatok, mielőtt jaj, új update, vagy mit, nem, ez egy régebbi felvétel, aki okos megtalálja. De lényeg, hogy 2017. július 18-án jelentettem be, hogy meg szeretném megint nyitni a Silver Clubot, ugye, külön szerver, akkor kezdtem visszatérni ugye a Minecrafthoz. Azelőtt igazából időnként voltak videók, de mégis sok kimaradás volt igazából. Volt is egy olyan videó, hogy mi történt és őszintén hozzátok. De a lényeg, szóval igen, FanHub bezárt és nyitott volna a Silver Club külön. És akkor másnap keresett fel hajnalban, azt hiszem igen, a Bence, hogy beszéljük meg, hogy csatlakozhatok-e az implicitéhez. Na és akkor jelen esetben ott volt a Dávid, ott voltam én, a Máté, és mint a Bence tulajdonos, meg a Kittó is, és 5-en voltunk ugye a tulajok. Majd később azt hiszem abban az évben Kittó is már ki is lépett, mert megunta a Minecraftot. És így az elején igazából már minden jól ment egyébként, minden jól ment, szereztünk, ott volt, nagy rekordok voltak, szereztünk egyből egy 100-valahány átlag játékos, majd ez felment 200-valahányra, és később több szerverrel ugye elértük a 300 átlag játékost is. Na de aztán jött a 2019, amikor ugye már az év elején lehetett tapasztalni több támadást, és az a több támadás az olyan kis kapukon történt, amit Szabó Dávidnak védenie kellett volna. Ugye ez lett volna a feladata, ezért fizettük, hogy ő ezt csinálja. És így az ember úgy volt az első kettő után, hogy jó, megessik persze, na nincs benne még annyira a szakmában, mondjuk ezt. És az a baj, hogy utána már jó pár támadás után már nem lehetett ezt mondani, mert azt nem lehetett már megengedni. Meg hát én főleg arról tudok ugye beszélni, hogy velem hogy viselkedett a Dávid, hiszen többiek nevében nem tudok beszélni igazán. De például nagyon sokszor szart ugye a fejemre, bármikor, amikor írtam neki, akarnék ugye szervert fejleszteni, kellettek hozzá bizonyos pluginok például, fejlesztőket béreltünk fel, ilyesmi ugye a Silver Clubra, és hát így baszott rám, pedig azért nem kis munkám van a Silver Clubba, meg lehet nézni, megnézitek, szóval igazából én annak nem értettem igazán az okát, na mindegy. Na és akkor jött ez a nyári utáni lévő nagyobb viták ugye, hogy még egyre jobban szarik el ugye az egész. Én idehoztam pár osztálytársamat, közben 2 fejlesztőt, aki Attilát és az Ákost, és hát ő rájuk is basszott igazából szó szerint, és nem foglalkozott velük, és úgy kell képzelni, hogy hozzájuk basszott egy hozzáférést a szervergéphez, és ennyi, oldjad meg, ennyit mondott.
Aztán 2019. októberén, kb. Közepén valahol, valahogy úgy elhatároztuk, hogy jó, akkor mi legyen? Váljunk szét. És beszéltünk Bencével. Már akkor ugye Bencével is elég rosszba voltunk, úgymond, mert ő is baszott úgymond a szerverre akkor, ugye. De igazából akkor megbeszéltük, és akkor elkezdtünk csinálni akkor egy új szervert. Amit ugye úgy tudtok, hogy Vanity Empire. Szóval ugye a Bence előbb bejelentette, hogy kilép, én addig ott maradtam még a Dávidnál, és üzemeltettem mindent úgy, ahogy kellett. És akkor majd, amikor már úgy láttuk, hogy nagyjából tudunk nyitni, én is kiléptem. Írtam egy hosszú regényt ugye a csoportba is, hogy miért szeretnék kilépni. A Bence is írt egy szöveget, hogy miért szeretne kilépni. És hát Dávid őszintén, tudjátok mit csinált, lelátomozta. Teljesen meg hozzá bement a főadmin Killer X, hogy mégis mi a vélemény erről, és akkor így Dávid, hát várható volt. És így mondom, jó van. Na de a lényeg igazából, hogy azért léptünk, és nem azért vittük el mondjuk az implicitét, tegyük fel, mert hát jogilag megtehetjük volna, utólag kiderült egyébként, mert az ASF és a nem létező adatvédelmi azt írta, hogy az implicite.hu domain tulajdonos, ugye aki a Máté is utólag egyébként csatlakozott, amikor ezeket megtudta, csak odáig még nem jutottam el. És akkor egész igazából miénk volt, de mégis tiszta lapot szerettünk indítani, más névvel, más mindennel. És ott tartunk, ahol jelenleg tartunk, ugye, az Vanity Empire. Átlagban egyébként elég sokan vagytok, főleg a szíveklóan, igen, intézkedek mindig több slotot intézni, de sajnos nem ilyen egyszerű. Főleg, amikor sírnak a játékosok, hogy több a slot, és akkor jaj, laggol, izé, azért. Persze, lagok azok mindig lesznek. Ennyi játékosnál már, főleg egy olyan szerveren, ami hát több millió spawner van már szerintem aktívan nap, mint nap. Egyszer hopper mennyiséget számoljátok már ki, szóval 250 jelenleg ugye a max. Tegyük fel mondjuk az átlag, az hát mégis 125, tegyük fel az átlagnak. És akkor vagytok 170-en, na ez 21 000 hopper, hát mit vártok? Jönnek a kisebb szerverek is okoskodni, hogy jaj, szíveklem nem bír el annyi játékos. Hát cseréljünk helyet. Főleg, hogy egyébként ez a 21 000 hopper, ez valószínű chunk hopper ugye mindenhol, ami végképp eszi a CPU-t. Mindegy, igazából a lényeget elmondtam szerintem, hamarosan nyit a season, mint ahogy láttátok, már bent van a kliensbe. Pontos dátumot még nem fogok addig mondani, mert nem biztos minden. Szóval, tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, hamarosan jelentkezek még több videóval, és gyertek játszani. Sziasztok!